Használt autót csak átvizsgálás után. totalcheck.hu. A Sportage 1995-ben érkezett meg Európába olcsó, strapabíró alvázas terepjáróként. Az első meglepetés 2005-ben következett, mert az utódja már a divatnak megfelelő SUV volt, ami műszakilag a Hyundai Tucsonnal közös alapokra épült. Viszont a formája fura volt, ezen változtatott óriásit a harmadik generáció megjelenése 2010-ben, amely már az európai ízlésvilágot tükrözte, mégis volt benne egyediség. A Kia, akárcsak a Seedet, a Sportage-et is Szlovákiában gyártja a mai napig, időközben már az ötödik generációnál tartanak. A műszaki rokonság megmaradt a párhuzamos Hyundai SUV-vel, amit hol iX35, hol Tucson néven lehetett megvenni. Egyébként az a név, hogy Sportage nem jelent semmit, a sport szó és az ázs francia képző vegyítéséből született, úgyhogy a kiások hivatalosan sportázsnak ejtik, de ez ne zavarjon senkit. A következő műhelypornóban egy 2013-as harmadik generációs Sportage-et vizsgálunk át, méghozzá a Szívó 1.6-os GDI benzinmotorral. Nagyon sokat hallottam a hírekben, hogy Budapestre ki akarják tiltani ugye a dízeles autókat, és akkor én azt mondtam, hogy nem szeretném, hogyha dízeles autót veszünk a város határában, lerakni az autót és majd bebékávézni, úgyhogy inkább azért vettem benzines autót, hogy hát ezzel nem történik ilyesmi, hogy kitiltanák. A Kia négyféle motorral árulta ezt a szériát, benzinesből volt egy 2 literes változat is, míg dízelből egy 1,7 literes és egy 2 literes. Az összkerékhajtás csak a két nagyobb motorhoz volt elérhető, a többi kivitel fronthajtásos volt. A magyar használt piacon egyébként ezek vannak többségben. Ezért is választottuk ezt a szívó, de közvetlen befecskendezéses 1.6-ost. Bár a motoron nincs turbó, még a fotelből nézve is az az első égető kérdés, kell-e félni attól, hogy a motor közvetlen befecskendezéses? Kokszosodik-e a szívósor? Van-e típus betegsége? Jó ötlet-e a 30 ezeres olajcsere periódus? Tele van-e a hibatároló? Bírja itthon a gyűrődést a futómű? Ezekre a kérdésekre keresünk választ a héten, úgyhogy iratkozz fel, mert lehet, hogy a közeljövő egyik legizgalmasabb, stabil, hosszú távra megvehető használt autójáról van szó. Már csak 2 nap és kiderül.